Ingatlan bérbeadás. Érdemes tisztában lenni a szabályokkal. Jótékonysági nap egy fitnesscentrumban. Koraszülötteknek gyűjtöttek. A Metrom Jazz Club új vendége. Saját szerzemények, pécsi kötődés. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják január 24-én szerdán. Tartsanak velünk! ban is aktuális téma az ingatlan bérbeadás, így a szakemberek szerint érdemes tisztában lenni a legfontosabb szabályokkal. Magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, adószámos magánszemélyként, illetve adószám nélküli magánszemélyként is végezhető ez a tevékenység. Ha egyéni vállalkozóként végzi az adózó ezt a tevékenységet, akkor az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok az irányadóak. Jellemzőbb inkább, hogy magánszemélyként, adószámos vagy nem adószámos magánszemélyként folytatják ezt a tevékenységet az adózók. Nem kötelező erre a tevékenységre adószámot kiváltani. Ezt a tevékenység megkezdése előtt célszerű végig gondolni, hogy megéri-e az adózónak adószámot kiváltani, vagy elegendő lesz neki, hogyha csak sima nyilvántartást vezet a bevételeiről, illetve a költségekről. Még januárban elkezdik építeni a Pogányi reptér szomszédságában a Magnus Aircraft repülőgépgyárát, amely több mint 100 embernek ad majd munkát. A beruházás első ütemét júniusban fejezik be. A második szakasz a tervek szerint áprilistól októberig tart majd. A teljes projekt több mint 5 milliárd forintba kerül. A vállalat PR menedzsere Taraj Regina elmondta, a projekt keretében az első fázis során egy 2000 négyzetméteres szerelőüzemet és egy 300 négyzetméteres irodaházat húznak fel, míg a második ütemben készül el az 5600 négyzetméteres kompozit üzem. Tavaly ősszel a Magnus együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel, amelynek során idén szeptembertől szakspecifikus szakembereket, mérnököket, speciális munkatársakat képeznek majd Pécset, de idővel lehetőség nyílik majd a pilótaképzés beindítására is. A Rákóczi Szövetség tevékenységét 1989 óta a határon túli magyarság szolgálatában végzi. Célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása, hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében. Jelenleg az Európai Unióban nincs olyan szabályozás, amely az őshonos kisebbségek nyelvi és kulturális jogait védi. A külhoni magyarság képviselői 2017. november 10-én a magyar állandó értekezleten egyértelmű kérést fogalmaztak meg az anyaország irányába, hogy a magyarországi emberek aláírásokkal segítsék elő az európai polgári kezdeményezés sikerét. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a kezdeményezéssel, legalább 1 millió támogató aláírás szükséges. A magyar állandó értekezleten a magyarországi parlamenti frakcióval rendelkező pártok, illetve a határon túli magyarok képviselői elfogadták, hogy a magyarországi aláírásgyűjtést a Rákóczi Szövetség koordinálja. A nemzeti kisebbség védelmi kezdeményezést elektronikusan és papíralapon is lehet támogatni. A kezdeményezés a www.jogaink.hu oldalon írható alá elektronikusan, illetve a Magyar Posta valamennyi hivatalában elérhető az aláírásgyűjtő ív és az ingyenes válasz. Boríték. Adománygyűjtő nyíltnapot rendezett a Crazy World és Color Bike Fitness. Bárki ingyen kipróbálhatta a négyféle óratípust, miközben a koraszülött gyermekeket is támogatta egy igazán mozgalmas sportnap keretein belül. World Jumping, Walk Energy, Spin Racing és TRX. Bizonyára többen hallottak már ezekről a mozgásformákról. Hétvégén jótékony célért sportolhattak, akik ellátogattak a Crazy World és Color Bike Fitness terembe. Ezúttal a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány koraszülött mentőszolgálatát támogathatták. De a csapatnak nem ez az első jótékony célú akciója. 3 évvel ezelőtt, május 1-én a PTE Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti osztálya kapta meg a jótékonysági tekerés teljes bevételét. Az ötlet az onnan jött tulajdonképpen, ha emlékeztek rá, annak idején volt egy támogatásos történet 3 évvel ezelőtt, május 1-én.
gyűjtöttünk akkor a fülorgégészeti osztálynak, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt folytatnánk, úgyhogy gondolkodtunk ezen, hogy ki lenne az, akit most támogatni szeretnénk. Ez a koraszülött mentőszolgálat, akit most mi támogatunk a mai napon. Ugye ingyenes nyílt napot szerveztünk, ezért egész nap nyitva vagyunk 9-től este 7-ig, és hát nyilván várjuk a nagyon sok érdeklődőt, akár a mozgásra is, illetve nyilván az adományozásra is. A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány több mint 20 évvel ezelőtt kezdte meg munkáját a pécsi gyermekklinikán, a gyermekkardiológia ellátás fejlesztésével. Jelenleg is az általuk felszerelt rendelőben van a szakrendelés, melynek fejlesztését kizárólag az alapítvány végzi továbbra is. 2004 óta a Dél-Dunántúli régióban kizárólag a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány végzi a koraszülöttek és beteg újszülöttek mentését is. 21 munkatársukkal a nap 24 órájában. Céljuk, hogy továbbfejlesszék a gyermekkardiológia eszközellátását, valamint minél több koraszülött babát mentsenek meg. Az alapítvány 1995-ben alapult, akkor még a Pécsi Gyermekklinika kardiológiai osztályán, akkor az volt főként fókuszban, hogy a kardiológiát fejlesszék, majd 2004-től foglalkozik az alapítvány koraszülött mentéssel, fenntartja a koraszülött mentőautót, valamint 24 órában ugye ennek a szolgálatát biztosítja, és hát egészen ideig közel 8000 gyermeket sikerült így megmenteni, szállítani, valamint folyamatosan hozzájön a koraszülött betegek gyerekeknek a szállításához, speciálisan az inkubátornak köszönhetően. A jótékonysági nyílt napra folyamatosan érkeztek a régi és az új vendégek, hogy adományukkal támogassák a nemes célt. Tulajdonképpen nyáron hoztuk létre ezt a termet, családi vállalkozásban működtetjük, és szeretnénk családias hangulatban minél több embert megmozgatni. Tehát aki nem szeret egyénileg edzeni, azt szívesen látjuk. Négyféle edzésforma van itt jelenleg nálunk, három teremben tartjuk ezeket, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. A jótékonysági nyílt napon vásárolt bérletek árából 1000 forint közvetlenül a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány koraszülött mentőszolgálatának gyűjtődobozába került. Egy Európai Uniós önkéntes program indult a Baranya megyei Vöröskeresztnél, de az országos igazgatóságnál is. A megyei szervezetnél november 1-én indult, az országosnál pedig most január 1-től. A lényeg pedig az, hogy február 1-től már a fiatalokat is be kell vonni a programba. A témában vendége Udvaros Renáta, Baranya megyei igazgató, a Baranya megyei Vöröskeresztnek az igazgató, akit nagy szeretettel köszöntök. Mit kell erről az egész programról tudni, mi a célja ennek, mit jelent az, hogy önkéntesség ebben a történetben? Tehát azokat a 18 és 22 év közötti fiatalokat keressük, akik középfokú végzettséggel már rendelkeznek, tehát van a kezükbe szakmunkás bizonyítvány, vagy pedig érettségi, és ők nem tanultak tovább valamilyen felsőfokú intézménybe, vagyis nappali tagozatos jogviszonyuk, hallgató jogviszonyuk nincsen, és munkaviszonyuk sincsen. Őnekik indított az Európa Uniós támogatással a kormány egy olyan lehetőséget, hogy humanitárius katasztrófa, szociális területen működő civil szervezetek életébe való betekintés egy fél éves program keretén belül egy kicsit ilyen a munkavilágába betekintés, megpróbál, megmerítkezés az ő részükre. Úgyhogy az országos igazgatóságnak a projektje az január 1-ével indult, ő nekik 3 évig tart, és összesen 182 főt fognak bevonni. Ez idő alatt pedig 9 megyébe 11 helyszínen fognak a fiatalok a Vöröskereszt tevékenységébe bekapcsolódni. Ebből a 11 helyszínből Baranya megye 2-t kapott, a Pécsi iroda és a Szigetvári irodába kaptunk egy-egy főt az országos projektből, és van ugye saját magunknak a Baranya megyei Vöröskeresztnek is egy projektje, ami 24 hónapos intervallumban valósul meg, és mi összesen 30 fő fiatalt vállaltunk. Az önkéntesség keretén belül milyen feladatokra kell őket megtanítani? Tehát 4 fő tevékenységet vállalt a Baranya megyei Vöröskereszt és az országos igazgatóság is, ez pedig a véradás szervezés az elsősegélynyújtásban, a katasztrófa védelem és az adománygyűjtés osztás. Ettől a programtól függetlenül mennyire jellemző a fiatalok jelentkezése?
egyébként a Vöröskereszthez? Tehát a Vöröskereszt életében jelen vannak a fiatalok, mert ugye ifjúsági Vöröskereszt is működik itt Baranya megyében is, a csecsemő gondozó ápoló versenyeinken is folyamatosan ott vannak, hiszen ő az ő korosztályukat szólítjuk meg, valamint a katasztrófavédelem területén is vannak ugye házi megyei felmenőrendszerű versenyeink, és ezeken is ott vannak, tehát ők rajtuk keresztül is történt az első körös megkeresés, akik már jelen voltak a szervezet életében. A Baranya megyei Vöröskeresztnél megvalósuló projektben már 4 fiatal konkrétan jelen van a szervezet életében, tehát ők most már folyamatosan ott vannak, és az Országos Igazgatóságnak a projektjébe keressük ugye február 1-ével azt a 2 fiatalt. Ezeket a fiatalokat, illetve önökik mennyire kell megfelelni az elvárásoknak, mik azok az elvárások, tehát lesz-e elbeszélgetés a felvétel kapcsán, vagy elég csak jelentkezni? Tehát jelentkezni tudnak minden vöröskeresztes irodába, ugye itt Baranya megyében 4 területi kolléganőnél, és ugye Pécsen a megyei irodába, de a Vöröskereszt honlapján is lesz egy felület, ahol lehet jelentkezni, de akár e-mailen, telefonszámon is tudnak jelentkezni. Természetesen van meghallgatás, elmondjuk azt, hogy milyen feladatokat végez a Vöröskereszt, aki nem ismerné minden tevékenységünket, és abban a tevékenységben kell neki aktívan részt venni a fél év alatt, amit ő szívesen tesz és vállal. Tehát nem mind a 4-et kötelező, az természetesen a legjobb, hogyha mindegyiket megpróbálja, egy kicsit belejelent, kicsit a szociális szakmaterületbe fognak így bepillantani a fiatalok, és első körben talán könnyebben választanak felsőfokú pályát is innentől kezdve, akár betegápoló, mentő, autóra, emberke vagy kolléga lehet belőle, és mi ezt vállaltuk, hogy ezeket mi megsegítjük neki, ezeket a tudást. Hol van a felső korhatár a fiataloknál? Tehát 22 éves korosztály a felső korhatár, amit a projekt enged. Ez pályázati kiírás, és ami ugye szintén kiírás volt, az, hogy a munkanélküli fiatalnak az EHO-ját fizetjük ebbe a fél évbe, egy B-kategóriás jogosítványt kap, és angol nyelvi képzésen vehet részt. Kapnak valami elismerő, papírt, oklevelet a végén, gondolom, nem? Hát biztosan igen, ezt is ki fogjuk dolgozni az első turnus végére, hogy mit is tudunk adni, de szerintem inkább az a megszerzett tudás, kompetencia az, amivel ő tovább fog menni a saját kis életébe, annak sokkal nagyobb a hozadéka, mint hogy én kiállítok nekik egy pecsétes papírt. Jelentkezni milyen címen lehet? A weblapot keressék fel, és az alapján? Hát a Vöröskereszt honlapján is fent lesz egy felület, és a Baranya megye kukac vöröskereszt.hu-n is tudnak jelentkezni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm. A helyi védettségű természeti értékekről szóló rendeletet kell módosítani a csütörtöki ülésén a pécsi közgyűlésnek. Az ok szomorú, ki kellett vágni ugyanis egy a védettségi listán szereplő török mogyorófát. A korát csak megbecsülni lehet, mert a fa törzse üreges volt, így az évgyűrűit sem lehetett megszámlálni. Szakemberek 150 és 200 év közé teszik a korát. A közelmúltban azonban a fa megbetegedett, az ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy a fáról kisebb-nagyobb ágak szakadnak le. Mint a közgyűlési előterjesztésből kiderül, a Biocom megvizsgálta a fát, többek között egy modern módszerrel, a FAKOP 3D műszer segítségével a törzs különböző pontjaira szenzorokat tesznek, hanghullámokat keltenek, amelyeket mérnek. Ezzel a módszerrel olyan információkat lehet nyerni a fáról, a belső részéről, amelyek kívülről nem is látszanak. Az Apáca utcai fánál a vizsgálat szomorú eredményt hozott, a törzs és a gyökérnyak 70%-a elkorhat. Mivel ez azonnali balesetveszélyt jelent, a fát ki kellett vágni. A szakértői vizsgálat eredményeit egyébként a Dunadráva Nemzeti Park is megerősítette. A Bálicsi úton egyébként van egy másik hasonló korú példány, ugyanebből a fajtából. Ez a török mogyorófa egészséges, mi több, még terem is. Ez szintén védelem alatt áll.
A Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház, azaz a NEFKO Művelődési Ház idén ünnepli 35 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból hozták létre a 35 év NEFKO Művelődési Ház Facebook oldalt. Itt a ház múltjából válogatott fotókat raknak fel, és az oldalt látogatók is tudnak ide fotókat beküldeni. Az oldallal az a cél, hogy általa is közösséget, kapcsolatot építsenek a közönségükkel, felelevenítsék a közös múltjukat. Pár hetes tapasztalat azt mutatja, hogy az oldal népszerű, ezt a bejegyzések, megosztások, lájkok is mutatják. A Metrom Jazz Club legutóbbi vendége a Szőke Szandra Quintet volt. A fiatal jazzzenekar 2014-ben alakult. Az énekesnő saját szerzéményeit és feldolgozásokat ad elő. A koncert a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as termében szórakoztatta a jazzkedvelőket. A Metrom Jazz Club zenei sorozatának egyik új jazzbandája a 2014-ben alakult Szőke Szandra Quintet. Egyik tagjuk pécsi származású. Cseke Gábor jazzongorista itt született, itt töltött el 20 évet az életéből. Pécshez volt más kötődése is, ugyanis az IH-hoz közel lakott, ahol gyerekkorát eltöltötte. Rengeteget gyakorolt ebben a házban. Szandrával először az iskolában találkozott, ahol tanára korrepetitora volt. Bátorította az énekesnőt, hogy saját zenét játssza. Azóta együtt dolgoznak. Hogy kapok a Szandrától egy dallamot. És ezt a dallamot ezt fel kell öltöztetni, ezt bele kell ágyazni valamelyik zenei történésbe, ennek egy szerkezetet kell adni, és tulajdonképpen így jön létre az a végső szám, amit játszunk. Zenei koncepciójukban a hangsúly a saját szerzeményeken van, de megfér mellettük egy-egy versfeldolgozás, vagy akár egy Kim Novák sláger is. Dalaikban a szöveg egyenrangú fontosságú a zenével, és a történet a dallamokban is visszatükröződik. Szandra már gyerekkorában sok különböző műfajú zenét hallgatott, volt kedvence is. Jazzben nagyon szerettem Ella Fitzgerald munkásságát, meg az ő karaktere számomra nagyon közel áll, és szerettem volna ilyen médiumokat magamnak, amiken keresztül ki tudom magam fejezni, és ezeket a jazz standardeket az ember énekli, és aztán kialakul a saját stílusa is, és az, hogy vágyik arra, hogy a saját gondolatait közölje, és ebben mindig van szerintem egyfajta ilyen görcsoldás is, hogyha az ember kiír magából dolgokat, vagy kiénekel magából valamit, ez abszolút terápiás a zene, legalábbis saját magamon ezt érzem. Jelenleg új lemezen dolgoznak. Az ezen található dalok is saját szerzemények lesznek. Különlegességük, hogy szövegüket magyarul írják. Ez pedig ebben a műfajban nagy kihívás, ugyanis minden érzelmet ki kell majd mondani. Angolul ez nem így van, ott lehet a nyelv mögött rejtőzködni, teszi hozzá az énekesnő. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Ingatlan bérbeadás. Érdemes tisztában lenni a szabályokkal. Jótékonysági nap egy fitnesscentrumban. Koraszülötteknek gyűjtöttek. A Metrom Jazz Club új vendége. Saját szerzemények, pécsi kötődés. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!